Óvodások mutatták meg szüleiknek a rendhagyó úszás órán, hogy milyen ügyesen tudnak már a vízben mozogni. Több éve már, hogy intézményesített keretek között Bátaszéken és a környéken óvodába járó gyerekeknek lehetőségük van oktatásra járni a tanúszodába. Pörbői, Alsónyék és Alsónánai óvisok is heti szinten jönnek és sajátítják el a biztonságos úszás alapjait. Éppen azon gondolkoztam, hogy igazából mióta itt Bátaszéken megépült ez a nagyszerű tanúszoda, a mi óvodásaink azóta járnak ide vízhez oktatásra, úszás oktatásra. Én úgy gondolom, hogy a mi óvodásaink nagyon szerencsés helyzetben vannak ebből a szempontból, hogy járhatunk ide. És ráadásul még az úszoda épülete és az óvoda épülete is igen közel van egymáshoz, szinte egy karnyújtásnyira, tehát az ide jövetel sem jelent nehézséget számunkra. Ebben a nevelési évben 60 nagycsoportosunk járt, vagy jár úszásoktatásra, de tulajdonképpen az elmúlt években is hasonló nagycsoportos, hasonló számmal érkeztünk ide. Nagyon támogatóak a szülők, tényleg nagyon elfogadták azt, és látják ők is ennek a mozgásformának, az úszásnak, a vízhez oktatásnak a jótékony hatását, úgy a mozgásfejlődésre, úgy a gyerekek személyiségének a fejlődésére. Tehát nagyon pozitívan állnak hozzá, támogató a hozzáállásuk, minden feltételt biztosítanak a gyerekek számára. Ugye itt gondolni kell a szemüvegre, úszósapkára, papucs, ugye ennek rendszeresen itt kell lenni, heti szinten jönnek a gyerekek, annak tisztának kell lenni, be kell tenni a kis csomagba, tehát nagyon odafigyelnek ők is, hogy minden feltétel adott legyen a részükről is. Az óvoda minden tanév végén lehetőséget biztosít a szülők számára, hogy megnézzék, gyerekeik milyen ügyesen és magabiztosan viselkednek a vízben, mennyit fejlődött az úszótudásuk. Sajnos az elmúlt két évben ugye a járványhelyzet miatt nem tudtuk ezt megtenni, illetve hát az úszodába járásunkat is tulajdonképpen meghiúsította ez a helyzet. Viszont az idei évben tényleg épp Ákossal is beszéltük, hogy óriási fejlődésen mentek át a gyerekek. Nagyon odafigyeltünk, talán még hatványozottabban arra, hogy rendszeressé tegyük az úszodába járást, illetve nem volt így üres járat, üres óra, hogyha betegségek miatt mondjuk egy-egy csoportból sok hiányzó volt, akkor összecsoportosítottuk a gyerekeket, és előfordult az is, hogy egy-egy kisgyerek két úszásoktatáson vett részt, de hát ez is csak igen pozitív hatású volt. Nagy Ákos kapta azt a feladatot, hogy a kicsiknek megtanítsa az úszás alapjait, és kialakítson bennük egyfajta vízbiztonságot. Én vagyok az óvodás úszásért felelős, kijelölt felelős, aki egyébként nagyon nagy örömmel vállaltam ezt a feladatot, mert ez egy teljesen más terület, amihez én hozzászoktam. Tehát főiskolás éveim alatt kicsit mosolyogva néztük az óvóbácsikat a főiskolán, de azt kell mondanom, hogy teljesen jól érzem magam ebbe a szerepbe, és az is elmondható, hogy kölcsönös a viszony, hiszen ez a közel 80 óvodás kisgyereken nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom ebbe az egy évbe, és ennek tudható be az, hogy ma egy olyan programot szervezünk, ahol ebből a 80 gyerekből mintegy 30 gyereket kiválasztottunk, akikkel egy bemutató foglalkozás keretében egy kicsit méltatjuk az ő munkájukat, és hát szeretnénk a szülőknek is egyfajta visszacsatolást adni arról, hogy milyen ovisúszás munka folyik, illetve a gyerekeik milyen szinten állnak. Azok a gyerekek, akiknek tehetségük és kedvük is van hozzá, az óvodai oktatáson túl az úszó szakosztályban is folytathatják a sportolást. Egyrészt mind a 80 ovis, aki hozzánk járt, az kapott egy olyan alapot, egyrészt, amivel vízbiztonság érzetét tudjuk kialakítani, tehát ezek a gyerekek 99%-ban vízbiztosak. Tehát én azt mondom, hogy a 80 gyerekből talán 2-3 olyan van, aki nem merül még biztonságosan, de alapvetően boldog a vízbe. A többi 99% az vízbiztos, azaz azt kell mondanom, hogy az iskolában nem fog problémát okozni, amikor majd először a vízbe mennek. Tehát nem egy vízhez oktatással kell kezdeni az első évfolyamot, hanem már erre tudnak ráépíteni
az iskolai testnevelők. Másrésztről nyilván van egy olyan szándékunk is, hogy a legtehetségesebb gyerekeket kiválogassuk, és adjunk egy visszacsatolást mind a gyereknek, mind a szülőnek, és egy ajtót mutassunk arra való tekintettel, hogy van lehetőség a bátaszéki úszó szakosztályba folytatni. Nyilván nem fogja mind a 30 gyerek itt folytatni, de ha kapnak egy pozitív megerősítést, és a gyerek is jól érzi magát ebbe a közegbe, akkor megadjuk rá az esélyt, hogy a bátaszéki úszó szakosztályba folytathassák ezt a munkát. Gyakorlatilag az úszó szakosztályban mi 4 éves kortól várjuk a gyerekeket, de alapvetően az óvoda intézményesített formájában középső kortól kezdik. Kolléganőm Buher Klára viszi a középsősöket, és én viszem a nagy csoportosokat. A gyerekeket fokozatosan szoktatják a vízhez, hiszen nem mindegyik bátor elsőre, de az idő előre haladtával már szívesen és nagy örömmel vesznek részt az úszás órákon, és ez látszott is a most megtartott bemutató órán.